Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetésekben. Én megmondom őszintén, nagyon szeretek olyan emberrel beszélgetni, aki az életében, illetve az életpályáján, a szakmájában tényleg példaértékűt alkot. Aki tényleg olyat hoz létre, amiről az emberek beszélnek, és szerencsére pozitív jelzőkkel beszélnek. A mai napon is egy ilyen embert hívtam meg ide a Fehérvári Beszélgetésekbe. Vendégem a stúdióban dr. Mód Ákos fogorvos, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen az üdvözlést, én is köszöntöm a televízión nézőit. Hát az életem mennyire érdekes? Hát majd kiderül a műsor végére, hogy mennyire lesz az érdekes. Biztos vagyok benne, hogy van egy csomó érdekesség benne ebbe a dologba. Azért tényleg a városban dr. Mód Ákos neve, én azt gondolom mindenféle területen nagyon-nagyon jól cseng, azért meg kellett dolgozni, küzdeni kellett. Beszéltük telefonon is, mikor meghívtam a doktor urat, hogy már 40 éve, hogyha jól emlékszem, 40 éve a pályám, az alatt azért történt rengeteg olyan dolog, ami azért szerintem itt a tévében, főleg a fehérváriaknak vagy környékének meg említése méltó. Sőt, ugye azt is elmondhatjuk, hogy adás előtt mondta a doktor úr, hogy emlékszik, hogy önnél voltam, megnézte a karton még gyermekkoromban, és azt is tudta, hogy melyik fogamat kezelte a doktor úr. Ja. Tehát hihetetlen. Hát igen. Ezt teszi a technika, kérem. Ezt teszi a technika, igen. Mert nekünk már akkor számítógépünk volt. Nos, a pályám kezdete az valahol ott kezdődött el, hogy láttam egy mintát. Igen. A szüleimtől. És ez volt példaérték a számomra, egyrészt a foglalkozásban, mert édesapám orvos volt. A megyében nagyon-nagyon sok mindent tett meg, amire már nem emlékeznek emberek. Uh-huh. És édesanyám pedagógus volt, és szintén nagyon sok embert tanított. Uh-huh. A pedagógusi pályának is azon része, énekzene, felső tagozat, általános iskola, kamaszokat, készségtárgya tanítani. Uh-huh. Ő ezt nagyon szépen megoldotta, és a mai napig is rengetegen emlékeznek. Édesapámról röviden csak annyit az ő munkájáról és példaértékéről, amit kevesen tudnak. 50-es évek vége, 60-as évek eleje. Szép korszak idézőjelben. Igen. Létrehozta az ő vezényletével és kapcsolatrendszerével, ismerettségével, hát már ezt úgy hívják, hogy lobbizással. Létrehoztak egy jó pár szülőotthon, Sárbogár, Bicske, Enying, Mór és a Móri Kórház. Az volt a nagy szívügye. Azt az alapkő letételtől a kulcsra kész átadásig, a dolgozóktól, a bármiég, ami az épülethöz tartozott, most egy vulgárisat mondok, a szemetes badella meg kiválasztásáig, ő mindenhol ott volt két-három éven keresztül, hetente kétszer-háromszor ment. Akkor szívügye volt. Szívügye. Most ebből nekem ami a példaérték volt, hogy ebből neki egy fillér haszna nem volt. Ő végezte a dolgát, azért végezte a dolgát, hogy másoknak megtegyen valamit. Ritka az ilyen. Igen. Meg akkor is gondolom ritkaság számban. Igen, manapság azt látom én is, hogy egyre inkább. Tehát semmiféle pénzügyi érdekeltsége nem fűzte. Ő a munkáját végezte, és én ezért nagyon nagy tisztelettel gondolok ő rá is. Édesanyámra is, aki sok botfülű emberrel is megszerettette azon a szinten a zenét, hogy eljártak operába, hangversenyre, élettörténeteket ismertek, amit ő plusz ötösökkel honorált. Annak idején ez motiválta a gyerekeket, érdekelté tette, és nagyon szép időszak volt. Persze. És tőlük vettem át, illetve inkább Arany Jánostól plagizáltam azt a mondást, ami talán rájuk is jellemző, és próbáltam e szerint követni, hogy legnagyobb cél pedig itt a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. Így van, ez is követendő lehet, vagy lehetne mindenki számára. Igen, ez a mondat. Ez Arany Jánosnak a idézete Domokos Napra című verséből, de azt hiszem, hogy megfontolandó, és a mai körülmények között, ahogy az ember végignéz, ahol egyre inkább a pénzhajszolás és pénzérdekeltség válik, én azt gondolom, hogy ezt azért egy kicsit jobb lenne, ha ismernék az emberek jobban ezt a mondást. Igen, ugye mondták, itt koronavírus kapcsán voltak idézőjelben mondva nagy ígéretek, hogy akkor majd visszatér az emberiség a régi értékekhez. Hát annyira én nem veszem észre, hogy mondjuk a nagy visszatérés meg lenne, vagy megjönne éppen. Nem, én sem látom azt, és minden bizonnyal van az emberben egyfajta ilyen generációs ellentét, mert mi a szüleinkkel szemben voltunk más generáció. Igen. Mi pedig már, mint öreg generáció, ugye 66 évesen a fiatalok már sok mindent másképp látnak.
Ez az egész érvényes a munkára is. Uh-huh. Éppen most, és buta voltam, elfelejtettem elhozni, egy képet akartam. Az orvosi avatáson, mikor a diplomámat megkapják, a rektor ugye ilyenkor mindenkivel kezet fog, és mondja, hogy doktorrá fogadom. És attól a pillanattól él az embernek az a 5 év munkája, amit végül is belefetszolt. Hmm. És ez milyen jó érzés lett egyébként, hogy tényleg átélni 5 év, kőkeményen kellett tanulni, küzdeni. Igen, és az, akkor... az egy pillanat az, ami úgy föloldja ezt az egészet tulajdonképpen. És akkor tudja, az ember bármennyire küzdelmes volt, megérte. Meg nyilván, aki ugye ezt csinálja, nyilván tudja, hogy megéri neki, és most nem anyagilag, hanem erkölcsileg. Erkölcsileg az, hogy valamit elértem az életembe, és azt a saját erőmből értem el. Így van. Szülők mennyire voltak szigorúak egyébként? Tanár, édesanyja? Következetesek. Hmm. Nagyon nagy tisztelet volt. Eleve más volt a rendszer. Tehát más volt a szülővel, tanárral szemben. Én tanárra nem panaszkodhattam, mert otthon kaptam a következő letolást érte. Igen, igen. Nem azért, mert tanár volt, hanem azért, mert az időset, a hölgyeket, a hogy hívják, hogy teljesen más normák szerint neveltek, értékrendben neveltek minket. Nem volt olyan, hogy hazajön a diák, és azt mondja, hogy de hülye a tanár. Igen. Abban a pillanatban én nagy valószínűséggel kaptam volna otthon a szüleimtől. Uh-huh. Hál' Istennek azért ilyen fizikai atrocitásra kettőre emlékszem, de az tanulságos volt, meg is érdemeltem. Uh-huh. Az megmaradt akkor. Meg ez a úgynevezett makarenkói pofon. Igen. De tényleg soha nem bántottak. Tehát mindig volt annyi tekintélyük, hogy szép szóval. Akkor még létezett az, amit ugye ma különösen pszichológusok szeretnek nagyon, hogy beszéljük meg. Uh-huh. Igen. Nem mondunk ilyeneket, leültünk, és mindenki elmondta a maga baját. Igen, nincs maga kényszer, akkor az ember tényleg úgy érzi, hogy nincsen prés alatt, így és van. Akkor sokkal jobban kijön az ember, mint hogy el kell mondanom, nincs kedvem, úgy meg kijön, mint két baráttal. Igen, igen, és ezek egy nagyon jó értékek voltak, mert nagyon jól feloldódott minden. Ugye annak idején, hála Istennek, nekünk nem volt autónk, uh-huh. nem volt televízió se 1964-ig. Uh-huh. Ugye akkor lett az első színes televízió, úgy, mint fekete-fehér, mert a fekete is szín, meg a fehér is szín, tehát akkor már színes televíziónk is volt. Hát akkor is szép volt azért, nagy dolog volt akkor, gondolom. És a család egymásért volt. Uh-huh. Minden este leültünk, amikor tehettük, nem mondom, hogy minden hétköznap, de esténként a szülők odajöttek, számtalanszor meséltek, beszélgettünk. Uh-huh. Annak idején még mentek ilyenek, hogy szombatesti rádiókabarén, azt már tizenévesen akkor meghallgathattuk uh-huh. azért, de akkor együtt. Persze, együtt volt a család. Busszal jártunk el kirándulni, uh-huh. nem volt kocsi, nem volt kényszerítő eszköz. Így van. Édesapám foglalkozása révén, mert ugye megyei főorvos volt akkor, pontosabban a helyettes uh-huh. főorvos volt, és emiatt telefonunk volt. Viszont, hát akkor viszont az, egy nagy dolog volt, persze. Így van. És ha valamit meg akartunk beszélni, akkor a telefontól távolabb beszéltek. igen, persze, soha nem tudni, abban a rendszer mi volt. Egyébként az orvosi pálya az mennyire volt most idézőjelben eleve rendelve? Tehát lesz volna más lehetőség is az orvosi pályán kívül? Lett volna egyébként, tehát nem tudom, én nagyon sok erről hallottam, most lehet, hogy butát mondok. A legelső, ami nekem annak idején megtetszett, az a kukásautó volt. Tényleg? Igen. Na. Ez izgalmasnak tűnik egyébként. Persze, mert zörgött, mert zajongott, mert mit tudom én, és úgy tetszett gyerekfejjel. Igen. Egyébként semmiféle kényszerítő hatás nem volt otthon. Se pedagógusi pálya, se orvosi pálya, ez úgy jött. És volt vacilálás orvos, meg valami más pálya között egyébként? Mérnökként gondolkodtam, de meg kell mondanom, már középiskolában láttam, hogy az én matematikai és fizikai fizika béli tudásom azért azt a szintet nem üti meg. Sok mindent meg tudtam csinálni, fizika-kémia tagozatos osztályba jártam. Itt Fehérváron? Igen, igen, a József Attila gimnáziumban. A Ciszterci gimnázium. Hát a Ciszterci, igen. És tulajdonképpen semmiféle olyan kényszerítő eszköz nem volt. Csak láttam azt, hogy én van olyan dolog biológiából, meg egyébből óhatatlanul egy kicsit többet tudtam. Persze. És inkább az vonzott arra fele, mint sem szülői kényszer. Volt olyan, hogy esetleg a szülőkkel mondjuk be kellett menni munkahelyre, ott lenni velük, mondjuk édesapával, édesanyával, és akkor nyilván az ember is, azért kérdezem, mert az ember onnan is ugye szívja persze. magába. Hát édesanyámmal találkoztam ilyen szempontból többet, uh-huh. ugyanis általános iskola utolsó 2 évét a Petőfi általános iskolába jártam, igen. ahol ő volt énektanár. Ó.
És én énekzenei általánosba jártam 6 évig, zongora, szolfés, összhangzattan, néptánc, énekkar, és így kerültem 7.-8. is, mivel édesanyám tanított énekre, hát nekem ott produkálni kellett. Tehát ő volt az ének tanár is. Igen, de az iskolában nem mehettem oda hozzá, szünetbe se. Nem volt olyan, hogy elfelejtettem pénzt vinni, vagy semmi. Magáznom kellett az édesanyámat, megszólítást tanárnő kérem. Nem volt furcsa nagyon gyerekként, ez igaz? Furcsa volt, azért. De azt mondták, hogy ez iskola, ez munkahely, és én itt egy vagyok a x száz gyerekből. Ugye édesanyja szaktanár, és eszembe jutott az, hogy mondjuk a doktor rosszul viselkedik énekkórán, a szaktanár ugye édesanyja beírja az intőt, és írasd alá szüleiddel. Igen. Igaz? Igen, akkor alá kellett volna, de hála Istennek ilyenre nem került sor. Az milyen szép lett volna. De... Aztán jött az egyetem, ugye az orvosi egyetem? Hát igen, azok kétszer nem vettek föl, ennek is megvoltak a maga okai, hogy miért nem, mert rangsorolva volt, hogy... Politikai alapon, igen, nagyjából azt a pontot elértem, ami minimum volt, viszont voltak olyanok, akiknek a családja több érdemet szerzett. Belélet a rendszerbe jobban. Igen. Hát most akkor ez volt a módi. Se a szüleim, se én az életben nem voltunk hőzöngősök, nem háborodtunk föl, tudomásul vettük, ez van, tettük a dolgunkat. Bekerültem a Pécsi Orvostudományi Egyetem sebészeti klinikájára műtősként. Hozzáteszem, már gimnazista koromban nyaranként kimehettem a kórházba ilyen szakképzetlen bonzmesternek. Tehát ott lehet a legtöbbet tanulni, korbonztanom. Azért annyi idősen... 16-17 évesen ott dolgoztam egy-egy hónapot nyáron. Ez hogy viseli az ember? Hogy tudja mondjuk azt elengedni, mikor kijön? Mert ez nem egy szép hely. Azt nem lehet elengedni. Az úgy bent van az emberbe egy kicsit. Igen. Az első az volt, hogy az akkori bonzmester azt mondta, hogy édes fiam, engem nem érdekel, hogy az édesapád kicsoda. Engem, te itt most egy boncmester vagy, első nap bejössz a boncterembe, behozod a szendvicsedet, és itt megeszed. Úristen, sikerült első nap ezt Majdnem az egészet. A szép eredmény azért gondolom. Igen, hát ezek ilyen érdekes kis történetek, az összenetek inkább csak. Aztán megtanított sok mindenre a maga egyszerűségével. Egy boncmester, egy jó boncmester sokat tud. Tehát itt indult az, hogy már akkor... Mégis embert láttam közelről. Igen. Jobban is tiszteli ezáltal embert. És a nem élő embert, azt még jobban meg lehet tisztelni. És én azt ott megtanultam az életbe, hogy az nem egy munkadarab, hanem az egy ember. Igen. Azért az... Nagyon sok. És akkor utána lettem műtősegéd, akkor megint nem vettek fel, akkor már 2 évet dolgoztam, akkor mentőápoló lettem Pécsen. És utána, hát nagyjából annyi ponttal, mint először fölvettek saját magam után, mert fizikai állományba tartoztam. Akkor még voltak ilyen kategóriák, ugye egy fizikai és szellemi dolgozók. És akkor a munkás embereket jobban... Igen, én ezt valahol meg is tudtam azért érteni, akinek kevesebb volt a lehetősége, én azt gondolom, hogy azt mindig jobban kellett segíteni. Persze. Ez nálam is most is egy ilyen alapálláspont, hogy hajlamos vagyok arra, hogy mindig a gyengébb mellett foglaljak állást. Mert mi abban jó az erősebb mellett? Hát igen, mert ő feltalálja magát, vannak lehetőségei. Igen, vagy lehetősége van. És én akkor is ezt elfogadtam, tudomásul vettem, hogy így van. Munka mellett próbáltam tanulni, az egyetem szervezett előkészítőket, és akkor harmadszorra sikerült fogászatra bejutnom. És akkor megtörtént, hogy az egyetemnek az elvégzése, és akkor utána rögtön itt Fehérváron kezdődött. Nem, Szabadegyházán kezdtem. Szabadegyházán. Nagyon jó volt, maradhattam volna Pécsen. Pécsen akkor 5 állást hirdettek, és pályáztak rá 8-an. A számokra nem biztonsággal emlékszem, de valami hasonló. Akkor lett volna lehetőségem, mert egyetem alatt én tudományos diákköri tag is voltam, tehát valami plusz gyakorlatvezető is voltam, és így lett volna arra esetleg lehetőségem, hogy a fogászaton, a szájsebészetemben maradjak. Aztán nem maradtam, önálló akartam lenni, én erre készültem. Olyan formán készültem már, hogy 3. évben, mikor a fogászati klinikán tanlaborban dolgozunk 1 évet, és ugye csak elmélet van még. Igen. Aki a tudományos diákkörben a vezetőm volt, egy hölgy, ő előzetesen fogorvos volt, konzerváló fogász a klinikán. Aztán eljött a szervezéstanra, én ott voltam,
és mellette ő kiárt fogászatra. És péntek délutánonként, amikor általában mások mentek bulizni vagy haza, akkor én kimentem bele Pécsen az Uránvárosi Rendelőintézetbe az ottani főorvos engedélyével, és elkezdtem asszisztálni élőben. Tehát nagy volt az elkötelezettség, elköteleződés. Igen, érdekelt. Mm. Akkor érdekelt már, aztán negyed évben, amikor a többiek még csak kezd, sőt harmad év második felébe, ugyanitt már csinálhattam kisebb munkákat itt a főnöknőmnek a felügyelete alatt. Hát akkor ez egy nagy elismerés volt, nagy persze. dolog volt, persze. A legnagyobb az volt, mikor az ő fogát be kellett tömni. Na, igen, mikor a főnöknek nagy szaktudása igen. van. Neki az egy nagy elismerés, mert nyilván nem is bízná olyanra, akiben nem látja a rációt. Igen, és akkor egy-kettőt megcsináltam, és akkor az övét is. Akkor már tanlaborban mi csináltunk tömést, tehát nem volt új a dolog. Hmm. Ő ott volt mellettem, végigfigyelte, hogy mit csinálok, hogy csinálok, és nagyon élveztem. Na, ez szuper. Nyári szünetekben, meg tavaszi szünetben például a kórház szájsebészetén lófráltam örökké. Itt a akkori illetékes hozzájárult ahhoz, hogy én először a felügyelete alatt, aztán önállóan csinálhassam ezt a kis fogsebészetet. Tehát ilyen beletört fog, bölcsesség, fog ilyenek. Egy kis kedves idézőjelben. Igen, kedves... igen, hálátlan dolgokat. Igen. Hát, ja, de valahol érdekes volt azért, mert talán az emberek is mások voltak, vagy talán érezték azt, hogy az ember próbálta ezt szeretettel csinálni. Persze, persze, fontos. Aztán jött, aztán jött a fehérvári rendelés nem, először jött a Szabadegyházon a Lepsény. Lepsény is volt. Aztán katonának berántottak, 28 évesen már fizettem a honvédelmi hozzájárulást. Hiányzott, gondolom. A katonaság. Előkerült a kartonom valami utómódon. Igen. Akkor nősültem, és Nászútra Hollandiába mentünk egy barátunkhoz. Na, innen került elő 82-be az én kartonom. Igen, hát, Hollandia. Igen, hát Hollandia, tehát azon az igen. útvonalon mentünk, és ő hívott meg, ő előzetesen Szabadegyházán dolgozott ez az úriember, aki aztán meghívott. Nem bántam meg a katonaságot sem. Nem? Nem. Igen? Tehát szép hát emlékek vannak? Hát 6 hetet voltunk Pesten, az egy kis bohóckodás volt mondjuk, de arra jó volt, hogy kiröhögcsétük magunkat ott. Tehát nem volt az annyira komoly, azért egy hadtápközpont, ez nem harcoló alakulat vagy egyéb volt. Ha, mondjuk az azért szerencse. Aztán persze. Utána akkor bekerültem a honvédséghöz, közben kiártam Lepsénybe helyettesíteni magamat. Aztán bekerültem, akkor leszereltem, akkor Lepsényből kerültem be Fehérvárra a rendelőintézetbe. Uh-huh. Akkor még nem voltak ilyen rettentő nagy pályázatok, meg egyéb. Én bementem az akkori vezetőhöz, illetékeshöz, és mondtam, hogy annyit tudok mondani, 31 éves vagyok, szakvizsgám van, szeretek dolgozni, nem megyek gyesre valószínűleg. A tudomány jelenállása szerint, igen. És lakásigényem sincsen. Uh-huh. Mert ugye azért például a falun szolgálati lakást tudtunk. Igen. Mondtam, nekem semmilyen lakásigényem csak hadd dolgozzak. Nincs, csak dolgozzak. Uh-huh. És azt mondták, hogy akkor jöjjek. Na persze. Jó ajánlat, nem lehet ellenállni ennek. Ha? Igen, én bementem személyesen, nem papírokat. Én elmondtam, hogy ez az 5 év van mellettem, hogyha jó, akkor szívesen jönnék ide dolgozni. És jó volt szerencsére. Igen. De jó. Szóval rengeteg év eltelt, ugye gondolom. És akkor ott... kezdődött első nap, április 1-e volt 85-ben, hétfő. Egy beteg volt, kedden 2, szerdán 4, csütörtökön 8, pénteken 16. Így dupláztam, ez annyira dokumentált anyag volt, hogy ezt én meg is jegyeztem olyan szépen, és onnantól kezdve ment. Szóval folyamatosan nőtt a betegszám. Igen, aztán bizalom. Akkor utána lett magánrendelésem már Fehérváron, aztán egy évre elmentem Sopronba egy céghöz, vagy 8 hónapra. Uh-huh. Aztán most is Fehérvár, ugye zajlik a magánrendelés. Igen, de én közben is Fehérvárra hazajártam. Én nekem a nyugati határvidéket én maximálisan tisztelem, elismerem, nagyon jó felszerelt, ma már nagyon sok, nagyon jól képzett kollega is van. A Sopronban szinte mindenki fogorvos, vagy azt látom, amikor voltam, akkor, rengeteg a igen, fogorvos. 71 volt akkor, mikor én ott voltam, most szerintem legalább 150 van, vagy én nem tudom. Hát van egy fogorvos, mint gyroszos az biztos. Ja. És én nekem akkor az volt a benyomásom, hogy akkor kezdtek alakulni ilyen betéti társaság, meg mit tudom én, ugye 91. Igen. És elkezdtek pénzre hajtani.
a magyar betegeket nem látták el úgy, vagy hosszú határidővel. Az osztrákok nyilván soron kívüliséget élveztek, és nekem ez nem tetszett. Uh-huh. Persze. Nem mondom, hogy én ellensége vagyok annak, amiért megdolgoztam, hogy legyen pénzem. Ez nem, de nem a pénz. De nem minden. Nem motivált. Áll. Igen. Nem. Mai napig sem. Tehát igazándiból az az alapelv, ami Arany Jánostól jött, azt én nem véletlenül szoktam hangoztatni, mert ember mindig próbálja, és ebben hál' Istennek van nagyon sok, vagy sok olyan barátom, ismerősöm. Van Pesten olyan fejnyakarc sebész egyetemi tanár kollégám, barátom, akivel nagyon sokat dolgozom együtt. Nagyon sok mindent megtanított, nagy műtétektől kezdve az akármíg. Ha most is problémás van, nála operálunk. Uh-huh. Tehát, hogyha már olyan komolyabb eset van, akkor felmegy és oda beteg. Gyakorlatilag, meg a szülőktől hozott példa is engem mindig arra tanított, hogy a beteget nézzük és a betegségét, ne a pénztárcáját. Igen, ez fontos, egy orvosnak. Oké, el kell kérni az árát. Ezért vagyunk, mi ebből élünk, tehát én nem fogok tudni zöldségtermesztésből megélni, mert ahhoz nem értek. Uh-huh. Nekem ebből kell megélni, el kell kérni, csak tudni kell, azt gondolom, azt a határt. Hát egy határt, hogy mennyit lehet elkérni, persze. És kitől mennyit. Meg hogy kitől mennyit lehet elkérni. Aztán a másik, amit szintén otthonról hoztam, hogy azért ilyen, hogy egészségügyi dolgozó. Tehát azért ott az ember megpróbál időben is kedvezményeket, és leginkább hát anyagilag is, amit csak lehet. Tehát nekem az árlistám is az szerint van, hogy ne kelljen mindig mindenkinek mindenért fizetnie, vagy pénzt kérni. Hát ritka az ilyen. Barátaim, ismerőseim is, van egy csomó ember, egészségügyi dolgozó, aki úgy van lebontva egy fogpótlásnál például, hogy van munkadíj, van az érzéstelenítés, van a lenyomat anyagára. Levegővétel per négyzetméter. Igen, és akkor ezeket az ember próbálja lemorzsolgatni egy kicsit. Ez egy szép dolog. Sajnos lassan a műsorai végéhez érünk, egy csomó mindent szeretnék kérdezni a doktor úrtól. Hétköznapok azok hogy telnek? Hogy zajlik egy átlagos nap? Egy idézőjelben átlagos nap? Hát azért. Most úgy néz ki pillanatnyilag, amióta nyugdíjban vagyok, ugye én második házasságomat élem, és feleségem ő Szombathelyen van. Igen? És én is ott vagyok bejelentve, igen. Ja, tehát ő nem itt Fehérváron? Nem, ő Szombathelyen. Ezt hogy lehet úgy fenntartani? Remekül. Tényleg? Egy amerikai, vagy egy angol színésznő egyszer azt mondta, hogy a hosszú házasság titka, ha a két hálószoba közt van egy tenger. Hát a férje Amerikában volt. Az igen. Tehát ez egy viszonylag kis távolság. Hétfőket szerdán dolgozom, és csütörtökön hazamegyek, és onnantól kezdődik az. Hál' Istennek a gyerekeimmel is oda-vissza a kontaktus jó, az ő gyerekeivel is, tehát van, amikor oda jönnek gyerekek, van, amikor a feleségem jön le, van, amikor... Szakmabéli ő is egyébként? Nem, orvos? Ő pénzügyes. Ő pénzügyes. Egy nagyobb cégnek a pénzügyi vezetője ott. Na. És a szabadidőmben, a hobbimban rettentően szeretek utazni, meg főzni, amint ez látható. Annyira nem vészes. Főzni milyen stílusokat, mindent? Magyarost inkább. De szoktunk mást is, tehát nézünk ilyen reform, meg a milyen főzőműsorokban lehet néha olyat elkapni. Persze. Ami... Persze. De nekem mindig abba kellett gondolkodnom, én az előző házasságomban is főztem mindig, nekem 4 gyerekem van. És mindig úgy kellett főznöm hétvégén, hogy hétköznapra is azért legyen, tehát ilyen mit tudom én, főzé 8 liter töltött káposztát. Az azért szépen. Meg mit tudom én, és akkor 2-3 félét, az mai napig is megvan, mert amikor csak tudok, a gyerekeimnek is adok, amikor éppen úgy van. Nagyon élvezem, szeretem, pénteki napokon kijárok Szombathelyi piacra. Megvannak a kis... Persze, árusítók, akiknél már ugye... Még ha lehet, az őstermelőknél persze. Leginkább. Persze. Bocsánat, ahogy szokták mondani, ilyen mamikáknál ottam. Igen. És akkor úgy megveszi az ember szépen, aztán megfőzöget, nejemmel sokszor szoktunk együtt főzni, de ha nincs, akkor én ezt csinálom minden további nélkül. Gyerekek mit csinálnak, mivel foglalkoznak? Hát lányom, ő könyvelő, most Biatorbágyon éppen, ha jól tudom. A Gergő, ő mentőzik. Nemrégiben volt itt nálunk, ugye a Fehérvár TV-ben. Ő mentőzik, a 3-as számú gyermekem, tehát 2 nagyobb van, aztán 8 év, és utána 2 kisebb. És de az egyházasságból volt, mint a 3. gyermekem, ő fodrász Budapesten, a 4. pedig, hát végzettsége szerint fogtechnikus,
de mivel nem talált éppen olyan állást, mert most már ugye inkább az informatikusok, a CAD/CAM technika, digitális technika uralkodik. Igen, igen. Most akinek nincs ilyen végzettsége, és egy ilyen végzettség megszerzése, az nem kevés. Persze. Az most ő dolgozott másfél évet fogtechnikusként, és pillanatnyilag egy étterembe bár mixer, tender, most úgy bár hívják. Tender, igen, úgy kell szépen magyarosan mondani, bár igen, tender. Igen, és most fogja a papírját is megkapni erről. Aha. Akkor mondhatjuk azt, hogy az életben jelen állás szerint minden rendben van. Tehát minden szépen zajlik, gyerekek megtalálták, igen, a pályájukat, egészségileg rendben van. Nem, bár mondta a doktor, most fogászati kezelés alatt áll pontosan egyébként. Igen, 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 de hát ez igen. Csak egy mulandó állapot. Persze. Szerencsére. Igen. Úgyhogy azért nagyon ez nem... Nagyon baj, nincs ez a lényeg. Nincs, ez a... nincs, hála csak Istennek ennyi legyen. Még nincs. Éppen ezért még tervezem, hogy amíg van kedvem és időm... Persze, a jövőt szeretném kérdezni, a műsor végén van egy percünk még, hogy a jövőbéli tervek. Hát egyelőre maradunk így, ahogy vagyunk, dolgozgatunk, így hétköznap azért a gyerekeim is közelebb vannak. Persze. Tudok találkozni velük, tudok ide-oda menni velük. Most is azt tervezem éppen, hogy elmegyünk egyet. A legifjabb gyermekem most ott van velem éppen. Uh-huh. Azt egy kicsit lófrálunk erre a városba. Persze, nagyon jó. Jó, mert érdekes napközben Fehérvár. Így van, így van. Mert nagyon hogy szép. Én nagyon ritkán láttam mindig, mert ugye hétfőn ide érkezem Szombathelyről, délután rendelés, kedd rendelés, szerda estig rendelés, csütörtök reggel megyek vissza. Meg Szombathely. Igen. Na, akkor ezt ki kell használni akkor, az időt. Igen. Oké, doktor úr, köszönöm szépen, egy élmény volt a beszélgetés. Köszönöm szépen én is. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.